lovas nemzet a magyar, de mit tudunk a lovaink eredetéről, különösen a fajtáink sorában sok tekintetben különlegességnek számító hucúrról. Információkat szerettünk volna gyűjteni a közép-európai huculló eredetéről és genetikai jellemzőiről. Ehhez 71 ló mintáit, 17 mikroszatelit és mitokondriális DNS kontroll régióját hívtuk segítségül. Elemeztük a lengyel konyik, a német és magyar vadon élő pszewalski lovak, valamint a génbank 200 ló szekvenciáját genetikai rokonságuk megállapításához. Mind a mikroszatelit, mind a mitokondriális DNS analízis nagy genetikai sokféleséget mutatott a hucul lovakban. A bioinformatikai és statisztikai elemzések megmutatták, hogy a hucul populáció genetikai egyensúlyban van. A leggyakoribb mitokondriális DNS kontroll régió szekvencia típus a nagy A haplocsoporthoz tartozik, amely a pszewalski vadló mintáiban is jelen volt, míg a lengyel konyik minták három haplotípusba, valamint a nagy C, nagy F, nagy G haplocsoportokba tartoztak. Az eredmények a génáramlás alacsony szintjét és a genetikai struktúra hiányát jelezték a három vizsgált fajta között. Jelen munka képet adott számunkra a huculó genetikai sokféleségéről. A jövőben erre alapozhatjuk a géntartalékvédelmi munkát, és jó eséllyel leromlás és veszteség nélkül megőrizhetjük ennek az ősi lófajtának a genetikai állományát.